Szép estét kívánok Önöknek. Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Számok és a Valóság című műsort látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Hát nagyon-nagyon örülök annak, hogy a mai este is találkozunk, és nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm még mindig a Nyilas Havában született egyéneket, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ilyenkor decemberben még november 21-től december 21-ig, bocsánat, helyesbitek, tehát november 20-ától december 21-ig a Nyilas Havában járunk. És azt hiszem, hogy ténylegesen még ilyenkor Nyilas Havában az emberek egy kicsit tényleg felfokozottabbak, mármint a nyilas jegyű emberek, ugyanis ilyenkor magában a bolygónak a behatása pontosan a nyilas jegyben született egyéneknél egy bizonyos erőteljesebb kifejezést, egy kicsit lángolóbb és magában véve tüzes energiákat szabadítanak fel, és én azért is mosolygok, és azért is örülök ennek nagyon, mert ilyenkor, amikor az ünnepek előtt vagyunk, és ilyenkor készülődünk, akkor minden jegynek ez nagyon-nagyon sokat számít, hogy bizonyos jegy, állatöbbi jegyben született egyéneknél ez hogyan is alakul, és hogyan is vetődik rá a másik félre. Na de, például házasulandók, vagy éppenséggel a házasságban élők számára, hát hogyha az egyik jegy, vagy ha mind a két jegy nyilas jegyében született, akkor nagyon érdekes dolgok szoktak történni. Ugyanis a nyilasoknál ilyenkor még perzselőbb, és még jobban dől a szerelem, még időskorban is, mert ebben az időszakban azért én úgy gondolom, hogy megint csak másfajta energiák működnek, és nagyon sokan ugye hát meg vannak ijedve ettől az ominózus december 21-től. És én azt mondom, és abban reménykedem, hogy minden jobb lesz, és minden jobbra fordul. Az igaz, hogy egy átalakulás előtt vagyunk, és az is igaz, hogy egy dimenzióváltás előtt vagyunk, és az is igaz, hogy a Föld az ötödik dimenzióba kerül ebben az időszakban. Lehet, hogy az előjelét ennek valamilyen szinten talán érezzük is, mert mindegyikünk így egy várakozással teli időszakban van, és nem csak a karácsonyról beszélek ezzel kapcsolatosan, hogy azért várakozunk, mert ugye hát advent van, és várjuk az ünnepeket, hanem valóságosan most mindenki elkezdett foglalkozni ezzel a december 21-ével, ami ténylegesen egy tudatszintváltás és egy átalakulást mutat. De én arra gondolok, hogy valahogy, és úgy is érzem, hogy higgyék el nekem, hogy minden talán a helyére kerül. Na most azt nagyon komolyan mondom, és nagyon sok embernek szoktam elmondani, hogy általában a bolygó behatásoknál és az embereknél is minden hat és visszahat, mind ahogy az univerzumban hát lenni szokott. És ez nem utolsó sorban van így a bolygó behatásokkal is, de mielőtt én tovább fogom ezt folytatni, hogy kifejtsem erről a véleményemet, elárulnám a műsornak a hívható telefonszámát, ami nem emeldíjas telefonszám, és ez nem más, mint a 269 0386-os budapesti nem emeldíjas telefonszám. Tehát, ha önök ezt a telefonszámot most gyorsan feltárcsázzák, akkor velem fognak tudni beszélni, és feltehetik a kérdéseiket, amire nagyon-nagyon szívesen válaszolok így az éteren keresztül, és azoknak a kedves televíziók nézőknek, akik az ország bármelyik pontjáról nézik ezt az adást, mert hát most már nagyon sok helyen vagyunk láthatók, és nagyon sok városban lehet minket fogni, hát azoknak is előszeretettel ajánlom, tehát még egyszer elismételném, hogy 269 0386-os az a hívható telefonszám, amit ha most feltárcsáznak, akkor engem fognak bekapcsolni élőadásban. Tehát folytatnám, hogy tudni kell, hogy a csillagok, nem más, mint a bolygók fönt az égen, erőt és energiát kölcsönöznek a planétáknak, és módosítják is a hatását.
Na most ezzel egyidejűleg a bolygók is erős, az eredményt lényegesen befolyásoló hatást fejtenek ki, és ez úgy működik, hogy tudni kell, hogy az álló csillagok és magában a bolygók egymással lévő kölcsönhatásban vannak. Hogy is vetül ez le az emberi sorsokra? Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy hát jó csillagozat alatt született, vagy éppenséggel hát nem egy olyan hűde eredményes és hűde jó csillagozat alatt született egyénekről beszélünk, akiknek a sorsuk valamilyen szinten szerencsétlenül alakult, vagy éppenséggel szerencsésen alakult. Ez így igaz, ugyan az univerzumban, ha minden függ és összefügg egymással, akkor nekünk ehhez mi közünk van? Nagyon sokan feltették már ezt a kérdést. De általában ez úgy működik, hogy nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az érintett bolygó a szülött egyéniségére és a születési képletére milyen energiával hat. Már az akkori születés időpontjára és az idejére. Tehát milyen energiákat kapott abban az időszakban, és milyen energiák működtek abban az időszakban, hogy azt a bizonyos sorsot és azt a bizonyos életet leélje egy bizonyos meghatározott ideig. És végső soron az, hogy ki milyen csillagzat alatt született, magában véve az állócsillagoknak, az állócsillagok nem mások, tudni kell, amiket szabad szemmel, hát szép időben látunk fent az égen, és nagyon sokat számítanak az uralkodó bolygónak a behatásával kapcsolatosan. Tehát, ha azt vesszük, akkor egy csillag befolyásának az eredménye nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az érintett bolygó milyen erős vagy gyenge a horoszkópban. Hát például, hogyha egy csillag magas beosztást, tehetséget jelez, akkor ebben a horoszkópban ugye meg is mutatkozik ennek az álló csillagnak a hatása, és ugyanott kell, hogy rábukkanjunk már a kinyomtatott horoszkópban nagy mértékben, ahol az egyénnek például az a tengelye áll, ami összefüggésben áll a hivatásával, tehát és magában véve az egész pályaválasztásával, egy kicsit talán még oda is tartozik az apának a képe is, és itt az Imum Coeliről beszélünk. Tehát nagyon érdekes, mert ezek nem szoktak ellentmondani, mert ha az ember bevizsgálja elmúlt életek és elmúlt sorsok híres emberek horoszkópjait, akkor egyértelműen lehet látni, hogy egy bizonyos tengely miért is van abban a házban jegyben, és az álló csillagok melyik házcsúcsot érintik, és milyen fokban állnak annak a születettnek a személyiségében és a horoszkópjában, tehát milyen energiával és milyen fényszög hatással vetül erre a horoszkópra, és roppant érdekes, mert nagyon sok mindent fel tudunk belőle fedezni. Tehát tudni kell, hogy ezek nagyon fontos dolgok, ha az ember egy horoszkópot néz, mert ha egy csillag szaturnuszi természetű, akkor egy kicsit talán jobban megváltozik az az energia, de ugyanakkor azért a jupiteri energiákat sem kell elfelejteni, mert azért ha a jelenlegi életünkkel foglalkozunk, és a mostani feladatunkkal, akkor általában a jupiteri felszálló holdcsomópontnak az energiája a lényegre törőbb, mindinkább magában, ha a leszálló holdcsomópontot veszük figyelembe, ami a karmára, és ugye az elmúlt életeinknek a minőségére utal. És valóságosan egy kicsit talán még köze van ahhoz is, hogy ebben az életünkben mit kell, hogy megtapasztaljunk, mit kell, hogy megtanuljunk. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek. Azért, hogy tudjuk nagyon jól, hogy mit, hogy kell előrehozni az életünkben, és milyen feladatot kell beteljesítenünk ahhoz, hogy a mostani jelenlegi karmánkat be tudjuk teljesíteni.
Most nagyon sokan felteszik a kérdéseket nekem, hogy végső soron mit értek én az alatt, hogy szoktam ilyen lilákat mondani, hogy hát karma, és mostani élet, és beteljesíteni egy karmát, na hát miféle dolog ez? Hát általában ilyenkor azért előszeretettel magyarázom meg az illető egyénnek, hogy tudni kell, hogy azért ez már egy bevizsgált és egy beigazolódott dolog, hogy több életünkből van összetéve, összegyúrva, ha így lehetne mondani, a jelenlegi életünk. És ebben a jelenlegi életünkben, amit most élünk, higgyék el nekem, nagyon sok elmúlt életnek a személyisége, vagyis bocsánat, nem személyisége, hanem személye, alanya lép be meghatározott időszakokban az életünkben, szerepet játszik, és ezeket a szerepeket nem más, saját magunk találtuk ki, saját magunknak, és ezeket a sors feladatokat saját magunk írtuk meg egy meghatározott időben, születésünk előtt, talán a két élet között, hogy megtapasztaljuk ezeket a földi megpróbáltatásokat, ha így lehet mondani, vagy megtapasztalásokat. És valójában ez, ha visszagondolunk egy kicsit arra, hogy az ember mennyi mindenen ment keresztül az életében, és még mennyi feladat vár ránk, és mennyi megoldandó teendő vár ránk, akkor lehet, hogy egy kicsit talán megriadunk, de én azt mondom, hogy mégiscsak van értelme, mert mennyivel bölcsebbek lettünk, és mennyivel okosabbak vagyunk, mintha azt mondanánk, hogy jó, hát akkor egy 10-15 évvel ezelőtt lehet, hogy én ezt a bizonyos problémát teljesen máshogy oldottam meg, és most mennyivel másabban gondolkodom, és mennyivel máshogy, tehát mennyivel másképpen és máshogy alakítanám az életemet, mint sem akkor, amikor ennyi megtapasztalat és ennyi tapasztalatot nem szereztem saját magamnak. Hát gondolom, hogy ezzel önök is így vannak. Én elismételném újra a telefonszámot, hát ha a kedves nézők nem figyelték meg az előbb, és hát hogy azért, akik most kapcsolódnak be a műsorban, azok vegyék a telefont, és bátran merjenek beleszólni a telefonba, és bátran merjenek telefonálni is a műsorba. Tehát a 269-0386 ezen a számon lehet, nem emeldíjas telefonszám, és ezen a számon lehet engem hívni, és magát a műsort, és el lehet mondani a kedves véleményüket, belekérdezni, és itt vagyok, és természetesen ebben a röpke fél órában nagyon szívesen válaszolok önöknek minden kérdésükre. Tehát arról szerettem volna ebben a műsorban még beszélni ezeken kívül, hogy azért az életünket nagyon-nagyon-nagyon sokan és nagyon érdekes módon befolyásolják az állócsillagok. És az állócsillagok végső soron nagyon fontosak. Ugye pozíciójuk által hatnak, és nem a kisugárzásukkal, mert hát kisugárzást magától a planétáktól, a bolygóktól kapnak. De ugyanakkor olyan energiával működnek, hogy akkor a legerősebbek, amikor az a bizonyos bolygó olyan erővel hat rá, amely éppen konjunkcióban áll velük, és úgy is kell érteni, hogy ebben az időszakban is, tehát a mostani időszakban is, amikor például egy nyilas haváról beszélünk, és tudni kell, hogy ugye a Jupiter az uralkodó bolygója a nyilas havának, akkor például a Jupiter, hogyha egy olyan állócsillag közelében van, amelynek nem diszharmonikus, hanem harmonikus a hatása, akkor az illető egyénnek, aki ebben az időszakban születik, és akkor nagyon szerencsés születési horoszkópja tud lenni, vagy éppenséggel, ha egy kicsit talán diszharmonikus is a hatás, annyira nem olyan félelmetes, mint hogyha egy kicsit talán negatívabb, szaturnuszi jellegű bolygóról beszélnénk a képletben.
Tehát nagyon érdekes hatásokat fejtenek ki az állócsillagok, és igen, figyelembe kell venni egy horoszkóp elkészítésénél, és én előszeretettel szoktam ezt elmondani a kedves érdeklődőknek, mert az egész életünket hát bizony befolyásolja. És hát ennyit magában az, hogy arról, hogy miért is született valaki szerencsés vagy éppenséggel nem szerencsés csillagzat alatt. Tehát igen, az álló csillagok azok nagyon sokszor bizony, és hát mindig is befolyásolnak minket egy születési horoszkópnál, meghatározottan, és ténylegesen, hát magában a született egyénnél, amikor megszületik valaki, és egy bizonyos időszakban annak az állócsillagnak nem csak magát a horoszkópot, magában véve a bolygó behatásokat, hanem az állócsillagok a behatását is vizsgálni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos. Az emberi sorsokat, ha az ember úgy összeveti, és aki nagyon sok horoszkópot lát, mint ugye hát aki ebben foglalkozik, egy asztrológus, és belenéz sok embernek az életébe, csillagzatába, akkor nagyon sok hasonló dolgot tud felfedezni benne. És valójában ez az állatövi jegyektől függetlenül történik, mert hát ugye azt szoktuk mondani, hogy mindegyikünk más, teljesen más próbatételnek vagyunk kitéve, de ugyanakkor azért mégiscsak nagyon sok közös van bennünk, függetlenül attól, hogy melyik állatövi jegyben születtünk, és végső soron azért nagyon fontos kiemelni itt azokat a bolygóbehatásokat és azokat az állatövi jegyeket, amelyeknek a hatása tehát valamilyen szinten azonos, hát a tüzesi jegyűek, tehát őselemi felosztás szerint a tüzesi jegyűek, a levegőjegyű emberek, a vizes jegyek és a földi jegyűeknél. Nagyon érdekes a hatás, mert hogyha megnézzük az egész, tehát ha megnézzük, hogy az emberek horoszkópjában mi a közös, akkor higgyék el nekem, hogy ennek a négy levegő, tehát ennek a négy őselemnek, tűz, föld, víz, levegő elemnek a felosztását, majd csak nem a legtöbb ember horoszkópjában, hát minden ember horoszkópjában, így lehet mondani, fel lehet lelni. Nagyon érdekes, mert ezeket az őselemeket, ha az ember bevizsgálja, akkor általában a szülött energiájára, habitusára, jellemére, lelkiségére és nagyon sok mindenre tudunk ebből tehát választ kapni. És annyiféle közös harmonikus vagy diszharmonikus hatást lehet kiolvasni egy horoszkópban, és minden horoszkópban, ha az ember az őselemi felosztásokból indul ki, hogy ez ténylegesen nagyon sok mindent elárul. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt így még hozzátennem ahhoz, ha az ember bevizsgál egy vagy két horoszkópot, akkor talán azért nagyon sok mindenre rá tudunk látni ebből. De viszont még mindig ott a nyitott kérdés, és általában ott is szokott lenni a nyitott kérdés, hogy ha ez mind így van, és ez mind így igaz, akkor hogyan tudjuk kikerülni az életünkben azokat a nem kívánatos lehetőségeket, és azokat a nem kívánatos eseményeket, amelyektől általában félünk, rettegünk, és nem is akarjuk, hogy bekövetkezzenek az életünkben. És ha ezt előre látjuk, akkor mégis miért megyünk bele, és miért történnek meg velünk ezek a kellemetlen események? Hát általában ez azért szokott lenni, én úgy gondolom, jó, hogy nem vagyunk egyformák, és mindegyikünk más és más, és pontosan ezért vagyunk érdekesek. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy igen, jó, ha az ember bevizsgál egy horoszkópot, és az előre látható történéseket, eseményeket el tudjuk mondani, meg tudjuk magyarázni, ha visszamenőleg is nézünk egy horoszkópot, mert általában én azért visszamenőleg is hát el szoktam mondani, hogy mégis mi történt a múltban, mert az is nagyon fontos.
De annak ellenére, ha az ember mégis a múltból és a jelent nézi meg, a mostani időszakot és a mostani történést, tehát a Radix képletnek a szolár időszakát, akkor abból egyértelműen meg lehet látni, hogy a jövőben elő tendenciaként mutatkozó eseményeket milyen erővel és milyen lehetőséggel és milyen, hogy mondjam, energiával tudjuk kikerülni, és mit tudunk ellene tenni azért, hogy azokat a nem kívánatos eseményeket az életünkben meglépjük, vagy ne tegyük meg. És ez, higgyék el nekem, a pályaválasztástól kezdve a párkapcsolatig, tehát bármilyen emberi problémáról van szó, és bármilyen gondról van szó, ezt mind meg lehet pénzügyi dolgokról, ezt mind meg lehet a horoszkópból mondani, mert nagyon fontos, tudnivalókat árul el egy horoszkóp, és magában a születési képlet, hogy az illető saját magától függően, és a saját maga energiájától függően, ezt most képletesen értem, tehát nem arra gondolok, amire ilyenkor ugye általában gondolni szoktak, hogy na, akkor én erős vagyok, és megoldom. Nem. Hanem általában a születési energiájától kezdődően tudja megoldani, vagy éppen nem tudja megoldani, a lelki energiájától. Tehát én erre értem. És van-e kitartása, vagy nincs-e kitartása, és igen, akkor általában én a gyengébbeket ösztönözni szoktam arra, hogy igen, akkor mégiscsak ki kell tartani, és mégiscsak ezekből a problémákból, amit ugye egy meghatározott időszakban és egy meghatározott időben látunk a horoszkópban, hát mégiscsak ki lehet jönni. Higgyék el nekem. Tehát nincs olyan nehéz dolog az életben, amiből ne lehetne kijönni. Üdvözlöm a legelső telefonál. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm. Én a fiam jövőjéről szeretnék tudni valamit. Értem. Na most én meg szeretném önt kérdezni, de le ne tegye a telefon. Nem, nem. Hogy honnan telefonál? Budafokról. Budafokról, üdvözlöm. Elárulná nekem, hogy önt hogy szólíthatom? Már nem is fogok tudni magyarul beszélni a végén. Zsuzsanna. Ön is Zsuzsanna. Hát üdvözlöm. Hát akkor adó szám, mert én is Zsuzsanna vagyok. Igen. Drága, elárulná nekem, hogy körülbelül milyen, tehát 3 perc áll a rendelkezésemre. Igen. Hogy hogyan is hívják a kedves fiát? Fere. Na hát ez nem igaz, az én fiamat is Ferencnek hívja. Úgy látszik, ez most itt a nem véletlenek sorozata. És mi a problémája? Igen. 3.12. és pont délbe született. Na hát gratulálok. Budapest. És Budapesten. Igen. Hát 66-ban született. Elárulná nekem, hogy megkérdezhetem, hogy milyen jellegű, tehát milyen jellegű a probléma? Én látok egy képletet, látom az életét, de... Hát elég szerencsétlenül alakult a párkapcsolat, a munkahelyi anyagi kapcsolat. Na most, kedves Zsuzsa, itt a következő, amit így ilyen nagyon gyors numerológiai rálátás szerint itt elmondanék önnek, hogy végső soron itt ez nem jövendőlés, amivel én foglalkozom, hanem ez egy kicsit tudományosabb dolog, mert az asztrológiának az ikertestvére, na de. Az ön fiának az életében minden, a sorsában minden nagyon hirtelen történik. Egyik percről a másikra. Halak jegyében született. És ő egy olyan hal, ami... nagyon csendesen úszik a vízben, és szinte mint áldozat úszik a vízben. Hát igen. Én azt gondolnám, hogy egy nagyon okos fiatalemberről van szó, de ugyanakkor azért mégiscsak egy önerős időszaka van, és ebben az időszakában még nem oldódik meg teljesen a párkapcsolati élete, tehát magában a párkapcsolata, hanem arra még egy évet kell várni. De ugyanakkor azért az életében egy bizonyos, hogy mondjam, egy fél évnyi csúszással egy bizonyos javulás azért előre látható. De sajnos az idő rövidsége véget, későn tetszett bekapcsolódni a műsorba. Ez a baj. Későn kapcsolódott be a műsorba, de hát sajnos több információt nem tudok ennyi idő alatt elmondani, nagyon szívesen megteszem.
De amit én látok, hogy egy önerős időszaka van, hát csillagászati évet számítva márciustól márciusig beszélünk egy évről, tehát nem decemberben lesz vége az évnek az ő részére. Én úgy gondolom, hogy mégiscsak kitartás és mégiscsak energia, mert a következő időszakban már lábal ki a nehézségekből, és meg fog oldódni. Egy utazással még kapcsolatban, ha tudna valamit mondani, mert előtte áll egy utazás. Erre egy kicsit még várni kell, de az utazás az szerencsés lesz. Igen. Jó. Hát köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy elnézést is kérek ettől a kedves telefonálótól, hogy nem tudom tovább fejtegetni itt az életet. De ennyi idő volt, és ennyi idő állt a rendelkezésemre, és innen már csak annyi marad, hogy 2 hét múlva ugyanitt, ugyanilyenkor várjam önöket nagyon nagy szeretettel, és mindenkinek, ha addig nem találkoznánk, nagyon kellemes és boldog ünnepeket kívánok, nagyon kellemes készülődést, kellemes és gyönyörű adventet, boldog Hanukát, és mindenkinek nagyon sok puszi. És várom önöket nagyon nagy szeretettel, és töltsék velem 2 hét múlva is ugyanezt az adást. Minden jót kívánok!